Gémesi György, Gödöllő polgármester a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Akit most ezúttal nem politikai összefüggésekről, koalícióról, kivel fog össze, kivel indulnak, nem ilyesmiről kérdezem, hanem történt önnel egy rendkívüli eset, nevezetesen, hogy az nem rendkívüli eset, gondolom, hogy a saját városában egyszer csak elindul ügyet intézni, de aztán belebotlik szemetelőkbe, és onnantól fogva nem várt fordulatot vett az ügy. Nemes Anna az előbb a híradóban vezető hírként mutatta be, hogy önt majdnem megverték azért, mert rászólt a szemetelőkre? Hát megfenyegettek és meglögdöstek, mert rászóltam arra, aki éppen pakolta le a kocsiából egy szelektív hulladékgyűjtő szigetre, ahol csak üveget lehet letenni, a kommunális szemetet, papírt, mindenféle olyan dolgokat, amik egyébként nem oda valóak, és én szóltam, hogy ez nem lenne szerencsés, tegye vissza és vigye ki a telepre egyébként, ahol ingyen befogadják, tehát még vasárnap is van szolgálat, most különösen megerősített szolgálat, tehát azt a mennyiséget be is tudták volna fogadni. Miért nem viszi el az oda, nem tudom milyen messze lévő befogadóállomás, ahol probléma nélkül le tudja tenni? Több kilométerre van, ez pedig az ő lakásától mondjuk 500 méterre volt, a megbízó pedig, mert aztán kiderült, hogy ez nem az ő szemete, hanem valaki, aki megbízta. Ezt ő 2000 forintért végezte, ezt a tevékenységet, aznap már több fuvart vitt máshova is, ez a térfényjelő kamerákból, meg a hulladék gyűjtő szigetek kameráiból kiderül. Tehát aki megbízta, az pedig ott lakott megint szinten néhány száz méterre odébb, és ez volt a legkényelmesebb, hogy vigyel innen az udvarról a szemetet. Tehát pici túlzással kivitték az udvarról, de kidobták az ablakon, és a saját lakókörnyezetüket teleszemetelték, jól értem? Ez így van, hogy majd valaki ezt elviszi. Amit most mond, az lehet, hogy egy társadalmi probléma, csak félve kérdezem, vagy kérdezem öntől, ez azt jelenti, hogy van olyan ember, aki abból él, hogy más szemetét néhány ezer forintért elviszi és teleszemeteli vele a lakókörnyezetét? Pontosan így van, ez az ember, aki egyébként ezt végezte, de csüketnéma ember, írástudatlan, és egyébként vezet autót, ez is egy érdekes dolog, hogy ez hogy lehet. Vannak olyan siketek, akik így vezetnek van, autót. Így van, nem a siketség miatt. Hát a írástudatnak. Okay. Ugye ahhoz kell egy bizonyos jellegű végzettség, hogy valaki jogosítványt kapjon. Ez így van. És a lényege a dolognak az, hogy ő gyakorlatilag ebből él, és aztán fordulatot vett az ügy, azzal vett fordulatot, hogy én elmentem tegnap ehhez a családhoz, egy régi szociális problémákkal küzdő család, ennek az embernek 4 gyereke van, egy kiskorú gyerek még iskolába jár, nem volt otthon, egyébként egy hölgyel végezte ezt a tevékenységet, ezek mind a fotókon megvannak, és ugye két irányba ment a dolog, egyrészt van egy szabályosértési dolog, amit a hatóság intéz, a másik meg egy, hát egy büntetőjelű dolog, ami ugye az én zaklatásomat illeti. Ezt szerettem volna tisztázni vele, mert nem azt akartam, hogy őt most én elkezdjem zaklatni és feljelenteni és rendőrségi ügyet, meg bírósági ügyet csinálni. Miért teszi ezt, és próbáljuk meg a hátteret megnézni és megvilágítani. Ez egy hirtelen ötlet volt öntől? Tehát, hogy gondolkodott ezzel, hogy mit csinált, miért csinált, hogy csinált, és elment és bekopogott, becsöngetett? Nem csak hirtelen, azért engem foglalkoztatnak ezek az ügyek, polgármester vagyok elég régóta, hogy a településünk. 28. éve, hogy alakulnak ezek a dolgok. És természetesen ők szociális területen is bent vannak a látótérben, a szociális csapatnál. És én az édesanyjával találkoztam, aki pontosan tudott az esetről, elmondta azt, hogy ki volt a felbújtó, meg is mutatta, hogy melyik lakásban lakik, és azt kérte, hogy ne bántsam a fiát, mert ugye hát neki gyakorlatilag ebből a tevékenységből meg kell érnie. De hát mondtam, hogy ez nem így van, mert ez egy szabálytalan tevékenység, és ajánlottam azt, hogy munkát fogunk adni. Azt, hogy nem kap sehol munkát, fog kapni munkát, mert például ezt a munkát, ezt a tevékenységet végez úgy is, hogy akik lerakják mondjuk ezt a hulladékot, és azt nekünk évente össze kell szedni, 30 milliót kell azért költeni, hogy ezeket az illegális lerakókat felszámoljuk, akkor abban a csapatban kap munkát, akik ezt felszámolják, tehát akik ezt szépen beteszik egy konténerbe, és ugye mi kifizetjük, és elviszik. Álljunk meg egy pillantra, jól értem. Elment ahhoz az emberhez, aki meglökdöste önt, megfenyegette önt, bekopogott az édesanyjához, és ha jól értem, most akkor önkormányzati munkát kínált fel neki? A Város Üzemeltetési Szolgáltató Intézetnél fogok neki munkát ajánlani. Természetesen a szociális csapat is fogja figyelemmel kísérni a tevékenységet, és bízom benne, hogy el fogja vállalni, és ezt a munkát ugyanúgy fogja végezni, rendesen hivatalos pénzzel, azaz begyűjti ezeket a kirakott szemeteket, amik mások raknak ki, mert mások is kiraknak egyébként bőven, és ebben a tevékenységben fogjuk őt alkalmazni, hogyha ezt a munkát végzi és vállalja, hanem az egy másik kérdés, hogy akkor hogyan fogjuk tudni beszorítani ebbe a dologba, mert azért itt van egy hatósági feljelentés,
és ami azért pénzbüntetéssel jár. És akkor most az az egyébként érdekes helyzet állhat elő, hogy egyik nap mondjuk munkát ad neki, a másik nap pedig elmegy tanúskodni a bíróságra, mert szabálysértést követett el ez az illető? Nem, a hatósági ügyet nincs bíróság. A hatósági ügyet, a történet, nekem nem kell tanúskodnom, ott vannak a felvételek, minden. De akkor az egyik oldalról megy egy eljárás, a másik oldalról... Az eljárás megy, igen. És aztán az eljárás milyen fordulatot fog venni, az majd nyilván a jogszabályok fogják szabályozni, de egy biztos, hogy lesz lehetősége arra, hogy ezt a tevékenységet ne azért a 2000 forintokért végezze, amiket egyébként ezek a megbízók adnak, hanem ennek a felszámolásában segítsen. Tehát akkor még egyszer tisztázok, ön elment hozzá, munkát kínált neki, és akkor most várja a héten a választ. Igen, majd a szociális csapat segít, azért ebben nem feltétlenül nekem kell személyesen intézni. Ha és amennyiben utána nézett, és azt mondja, hogy a mérás ás le valóban az ilyen ügyeknek, akkor elment ahhoz a bizonyos megmutatott lakáshoz, és megmutatott megbízóhoz is? Elment, és a megbízóval éppen találkoztam, mert akkor érkezett meg, és ugye elmondta, hogy hát ugye vasárnap nincsen hulladékgyűjtés, és akkor ezt megbízta az embert, mondom, de és mit gondolt, hogy ez az ember hova viszi a hulladékot? Vasárnap két lehetősége van, leteszi ezekre a gyűjtőszigetekre, vagy pedig beviszi az erdőbe. Ezt mondtam az úrnak, van elképzelésem, hogy ne háborút folytassunk egymással, hanem őt is bevonjuk ebbe a tevékenységbe. Hogy nem mondja, hogy neki is munkát kínált. Nem, neki feladatot fogok kínálni. És mi az a feladat, amit felkínál? Akkor ezek szerint ipari jellegű szemetelőnek, vagy igazából megszervezett, előre megtervezett szemetelőnek? Így van, azt fogom ajánlani, hogy segítkezzen a következő időszakban abban, hogy ezeket felszámoljuk, ezeket a szigeteket, és abban aktívan vegyen részt. Most vannak olyan polgármesterek, akik aktívan járják a várost. Én nem tudom, hogy gyakorlatilag korábban volt-e már ilyen esete, de most ezek után, mert hogy ez elképzelhető, hogy a primőr szemetelővel kapcsolatban annyiban sikertörténet, hogy még munkát is ad neki, vagy kínál neki, és hogyha elfogadja, akkor munkát is adott neki a város üzemeltetésnél, hogy gyakrabban tesz ilyen közérzeti sétákat? Én rendszeresen járok a városban, és nem csak autóval, hanem kerékpárral. Gyakorlatilag látom ezeket a szituációkat. Egyébként rendkívül bosszant, mert nagyon sok pénzbe kerül ennek a felszámolása, és nagyon sokat teszünk azért a szociális csapattal, a rendőrséggel összefogva, a polgárőrökkel, közterületfelügyelőkkel, hogy ezt felszámoljuk. De nem ez az én dolgom. Én most éppen egy szituációt találtam, amit megpróbálok rendezni emberségesen, és úgy, hogy annak abból haszon legyen a város tekintetében, mert nem ma kezdtük el a illegális hulladéklerakók elleni küzdelmet, ezt évek óta folytatjuk összehangoltan, és nagyon nehéz ebben a területen tovább lépni, amíg lesznek olyan emberek, akik megbíznak kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket azzal, hogy takarítsák el a szemetüket, ahelyett, hogy megfizetnék azokat a költségeket, ami annak a felszámolására, elszállításával jár. Szomorúan kezdődött, és akkor ezek szerint happy end lesz a vége. Nézzük a másik dolgot, itt pedig majd a számaira lesz szükségem, mert megszoktam öntől, hogy mindig mondja is a számokat, és nem csak általánosságban beszél. Ugye a köznevelésről szóló törvény miatt augusztus 31-től megszűnhetnek a bölcsődével összevont óvodák kisebb településeken is. Volt, aki a bevezetést sem támogatta, viszont volt olyan, aki azt mondja, hogy ez nem jó, hogy most szétszedik. Gyakorlatilag szakmailag nem jó. Aki konzultál olyan emberekkel, akikkel a gyerekekkel foglalkoznak, ez két külön tevékenység. A bölcsőde egyébként is egy szociális tevékenység, az óvoda egy oktatási tevékenység. Tehát, hogy szétvállal, hogy összerakták, az már egy helytelen dolog volt. Tűzoltás jellegű megoldásként valakinek az ötlete alapján megcsinálták, de ez nem helyes. Ezek más életkorban lévő gyerekek, és ezzel próbálták esetlegesen megoldani azoknál a kis településeknél, ott esetben hátrányos településeknél a bölcsődei szükségletet, ahol egy bölcsőde fenntartása nagyon nagy költség. Miért tették ezt meg annak idején? Úgy gondolja, hogy a sokszor emlegetett létszámhiány, pedagógus hiány miatt? Nem hiszem, hogy a létszámhiány miatt, hanem a férőhely hiány miatt. Tehát nincs elég bölcsőde. Férőhely, 8-10 ezer férőhelyre lett volna szükség akkor abban az időszakban, most pontosan nem tudom, mennyit dolgoztak le, igaz, voltak írva a pályázatok bölcsődei férőhely bővítésre, hogy most ez pontosan mennyire pótolta a hiányos bölcsődei férőhelyeket, azt nem tudom megmondani, mert ezek az aktuális számok, ezek állandóan változnak, és nem nagyon hozzáférhetőek pont azért, hogy ne lehessen áttekinteni, de azt gondolom, hogy helyes döntés volt, viszont van még további bölcsődei férőhiány, amit a megfelelő településeken kell megvalósítani, hiszen nem mindenütt van olyan mennyiségű bölcsődei igény, ami miatt egy bölcsődét fenn kell tartani. Mit szól például Köteles László kollégájához, aki ugye polgármester, Komlóska polgármestere, aki azt mondja, hogy egy helyi modellben kiválóan működött az, hogy ifjabb
hölgyeket és urakat, tehát bölcsödéseket is befogadtak az óvodába, és nagyon jól együttműködött a kis létszámú csoport. Jó, hát ott egy 8 fős óvoda van, tehát azért egy jó. De ez kisebb. Ezt én értem, így de van. Akkor ez azt jelenti, hogy ha a modell szerint nagyon kevesen vannak, mert kicsi a falu, akár működhet is. Akár működhet is, hiszen sokszor van, hogy a szülők elviszik a nagymamához. A szülők elviszik másik nagymamához, és 2-3 gyerek együtt van. Persze, hogy működik ez a modell, hiszen itt nem olyan dolgokról van szó, ami oktatási jellegű, nem ellátási probléma, adott esetben még pelenkázási probléma, étkeztetési probléma. Tehát ha van bizalom egy településen belül, akkor ez megoldható, anélkül, hogy jogszabályokat hoznának és összevonnak a két intézményt. Tehát természetesen van erre lehetőség, arra is van lehetőség, hogy egy otthon lévő kismama befogadja egy másik kismamának a gyermekét, tehát ezeket emberi kapcsolatok alapján le lehet rendezni, de ha hivatalosan kimondjuk, hogy bölcsöde, akkor arra olyan jogszabályok alkalmazandóak, aminek nem feleltek meg ezek az összevont helyzetek. Ha megnézzük, miről nyilatkozik Novák Katalin és miről beszél a kormány, akkor azt mondja, hogy például a bölcsődei helyeknek a számának a növeléséről beszél. Ez például megoldás lehet? Egy megoldás persze. Erre voltak egyébként pályázatok, voltak uniós pályázatok is, de az az érzésem, hogy nem tudták utolérni magukat ezekkel a férőhely bővítésekkel, és ez a lemaradás sajnos azt fogja eredményezni, hogyha megszűnik ez a bölcsőde-óvodai összevonás, akkor bizony lesz férőhely hiány, aktív férőhely hiány, ami nem jó. Köszönöm szépen, hogy ezzel kapcsolatban elmondta a véleményét, és akkor még egyszer rögzítem, Gödöllő polgármesterét megtámadták, miközben lefülelt szemetelőket, ő felkereste az őt megtámadó szemetelőt, és ha jól értettük, akkor az interjúban már pedig jól értettük, önkormányzati segítséggel munkát kínál neki, és hogyha elfogadja, akkor a támadóból munkavállaló lesz. Gémesi György, köszönöm szépen, hogy itt jártál. Köszönöm szépen.